A Fidesz európai parlamenti képviselői fontosnak tartották, hogy támogassák Ukrajna Európai Uniós tagjelölti státuszának megadását, mondja Bocskor Andrea. A kárpátaljai származású politikus kiemelte, Ukrajnának további EU-s közeledésének egyik feltételeként megnyugtatóan kell rendeznie az országban élő nemzetiségi kisebbségek nyelvhasználati és oktatási jogait. Bocskor Andrea hangsúlyozta, Magyarország támogatja Ukrajnát. Fontos lenne, hogy minél hamarabb béke legyen, hogy az ország újjáépítése és megerősödése elkezdődhessen. A tagjelölti státusz még nem jelent automatikusan tagságot, hiszen már csak az év végéig is 7 feltételt kell teljesítenie Ukrajnának ahhoz, hogy továbbra is megmaradjon ez a tagjelölti státusz, melynek a 7. pontja számunkra igazán fontos, hiszen a 7. pontban van szó arról, hogy Ukrajnának végre kell hajtania a Velencei Bizottság ajánlásait, egyrészt az oktatási és nyelvi jogok garantálása területén a nemzeti kisebbségek számára. Másrészt fontos, hogy Ukrajna lehetővé tegye a különböző választott testületekben való részvételét a nemzeti kisebbségek számára. Hajtsa végre a kisebbségek védelméről szóló keretegyezmény ajánlásait, és nagyon fontos része az is ennek a feltételnek, hogy Ukrajna fejezze be a már elkezdett kisebbségekről szóló új törvény létrehozását, és nem csak magát a törvényt kell befejezni és második olvasatban elfogadni, hanem a jogalkotás végrehajtási mechanizmusát is ki kell dolgozni. Tehát számunkra ez egy nagyon biztató jel, mindazonáltal el kell mondanunk azt, hogy Magyarország mindvégig támogatta az Európai Unió bővítési politikáját, nem csak a keleti partnerek esetében, de a balkáni országok esetében is, és támogatta minden egyes fórumon és testületben azt a szemléletet, hogy az Európai Unió csak akkor lehet erős és stabil, hogyha a szomszédságában béke van. Ezért van szükség minél hamarabb a különböző oldalról jövő bővítésre. Nagyon sok ország már régóta van tagjelölti vagy előcsatlakozási stádiumban, így például a legnegatívabb példa az Törökországnak az esete, amely már 1999-től tagjelölti státuszban van, vagy beszélhetnénk ugye a balkáni más országok esetéről is, mint Szerbia, Montenegro, akik már ugye elkezdték évek óta a csatlakozási fejezetek végrehajtását, de az Európai Unió nehéz bürokratikus gépezetén keresztül még nem sikerült lezárni ezeket a fejezeteket, és így hosszú évek óta zajlik ez a folyamat.